Jó napot kívánok! Kicsit nehezen verbuválódunk itt össze itt a ebéd előtti szekcióhoz. Bódi Antal vagyok a KTI-ből, és én fogom vezetni ezt a szekciót, ami az önvezetéssel, a drónozással és ennek az egésznek a infokommunikációhoz való kapcsolódásával fog foglalkozni. Én Nyíregyházáról jöttem föl. Óriási vihar volt ezek szerint. Még a mikrofon se bírta. Tehát a jöttem fölfelé, és tényleg az autó néha olyan, inkább csónakként viselkedett, mint autóként, tehát a szakadó esőbe jöttem, és elgondolkodtam azon, hogy ha 10-20 év múlva önvezető autók is fognak itt majd közlekedni, azok hogyan fogják lekezelni az ilyen extrém körülményeket, amikor szakadó eső van. Nekem tényleg vannak ilyen félelmeim, hogy majd hogyan fogjuk lekezelni azt a világot, amikor majd előttünk is egy olyan autó megy, amiben egy Isten senki nem ül, vagy éppen hátul ülnek, vagy lehet, hogy kormány sincs ebbe a járműbe, vagy mögöttünk jön egy ilyen autó, vagy egy körforgalomba találkozunk egy ilyen autóval. Tehát igazából ezek nagyon komoly kérdések, ezekkel fog beszélni nekünk dr. Török Ádám tanár úr a BME-ről, és fel is kérném, hogy akkor tartsa meg a indító előadását.